A kétfarkú kutyapárt szívesen beáll Falus Ferenc mögé, de csak akkor, ha a baloldali pártok kiállnak mögüle. Az országgyűlésben folytatódott a háború a norvég pénzből működő civilek ellen. Vendégeink Kovács Gergely, a magyar kétfarkú kutyapárt elnöke, és Oroszi Babett, az Átlátszó munkatársa. Jó estét kívánok, ez itt a Hírvita. És a stúdióban pedig a pártelnök, aki beszeretne állni Falus Ferenc mögé. Nem is szaporítom a szót, rögtön megkérdezem akkor a pártelnök urat, nem erről, hanem arról, hogy egyáltalán lehet-e tegeződni tovább, mert ugye itt a stúdióban mi tegeződünk, de politikusokkal nem szoktunk. Persze, hát mi igazából csak azért alakultunk pártá, mert eddig egyesületünk volt, és úgy láttuk, hogy ez most kicsit veszélyes dolog egyesületet és ilyen civil szervezeteket működtetni, így pártként nagyobb biztonságban vagyunk. Aha, így ez ilyen biztonsági jó intézkedés volt. Ez lesz még téma itt a stúdióban, de ha jól láttam, hogy rögtön jött az aktivitás, mégpedig, hogy a kétfarkú kutya beállna Falus Ferenc mögé. Hát igen, mert ugye mi most sajnos pont lemaradtunk a választásról, viszont hál' Istennek feltűnt egy olyan jelölt itt a magyar politika egén, akit tényleg teljes szívvel merünk támogatni, illetve támogatnánk. Persze csak akkor, hogyha a többi párt hát kiszáll mögüle, mi a összefogásba is így benne lettünk volna, hogyha a többiek kilépnek belőle. Úgyhogy de mi az oka? Tehát miért kellene kilépniük? Eleve még azt is kérdezem, hogy ha jól emlékszem, azért valami 14 perc a bejegyzéstől még maradt volna ajánlásokat. 14 percünk gyűjteni. Maradt, igen, amikor megkaptuk az értesítést, ennek igazából elégnek kellett volna lennie, tehát 14 perc alatt minden valamire való párt össze tudja gyűjteni az aláírásokat. Mi elbíztuk magunkat és elmentünk sörözni. És hát így eldumáltuk az időt, nagyon elrepült, és meg késett az órám is egy pár percet, és akkor itt sajnos... Igazságos lehet az, hogy Falus Ferencet valaki támogatja, de a mögötte lévő erőkről rossz a véleménye? Miért? Tehát a mögötte lévő erők azok, akik megjelölték Falus Ferencet. Szerintem jót tenne Falus Ferencnek, hogyha a két farkú kutyapárt egy kicsit átvenné az irányítást fölötte. Abszolút szerintem illik a portfólióba. Aha. De amikor... Mondjuk akár ezzel a gondolattal a kétfarkú kutyapárt bejön a kampányba, akkor te, mint pártelnök, mit gondolsz, hogy beleszólsz ezzel ténylegesen a választási kampányban, vagy ez a humor része, és senkinek nem szúrsz? Mert én rögtön kérdezhetném azt, hogy milyen érzés egy ilyen lendülettel gyakorlatilag Talós István kampányát támogatni. Hiszen... Nem, mi Falus Ferencet szeretnénk támogatni, pusztán azért, mert nagyon szimpatikus, amit csinál, egy őszinte, igazi, nyílt hang jelent hát meg a politikában, azért... és ezért szeretnénk támogatni. Egyébként valószínűleg, hogyha eltűnnének mögüle, vagy a plakátairól ezeknek a pártoknak a logói, már az önmagában egy 5-10%-os népszerűség növekedés hozhatnak. De amikor ugye a Falusi Ferenc Facebook oldal az, amit szokott Falus Ferenc egyébként néha lájkolni, mint láttuk, de azért a Falusi Ferenc Facebook oldal az a pártól jön, ha jól értem, vagy oda kötődik a pártelnök úrhoz, és ott azért volt olyan gondolat, hogy egyet hadd idézek, hogy remélem az 5% azért meg lesz, mint hogyha Falus Ferenc mondaná, ha már polgármester nem leszek, legalább a parlamentben jó lenne bejutni. Viccesnek vicces, de ez nyilván azt érzékelteti, hogy egy jelölt, aki azt se tudja, hogy itt nem juthat be a parlamentbe, egy jelölt, amelyiknek nincsen esélye. Én nem gondolnám azt, hogy feltétlenül ez egy akkora nagy támogatás, egy ilyen ironikus válasz Falus Ferenc eddigi kampányára. Hát mi igazából azt próbáljuk erősíteni, amit ő eddig is képvisel a kampányban, és ilyeténképpen gondolom, hogy ez segíthet neki. Mi egyébként kitaláltunk több hasonló kampányfogást még neki, több challenge-re beneveznénk, van a iszap birkózása a vakokért például, annak szintén szerintem rész lehetne. Tervezünk egy több 10 milliós fax kampányt az ő nevében, illetve egy ivives kampányra is sokat költenénk, illetve még egyfajta aduászként gondoltuk a megcsörgetős kampányt, ez abból áll, hogy telefonon megcsörgetjük a választókat, és aztán gyorsan ki is nyomjuk a telefont. Így sokkal többen megismerhetnék Falus Ferencet, és több emberhez eljuthatna. Ez mind érdekes és vicces. Mi legalábbis tartsuk azt hiszem annak, a pártelnök úr majd eldönt, hogy mennyire tekinti ennek, de abban a politikai helyzetben, ami most van az országban, ezek a viccek jók, tehát hogy mondjuk jó, hogyha még a humor is az ellenzék ellen fordul, nem csak mondjuk a jelenlegi kormányzat teljes eszköztára?
Hát én azt gondolom, hogy nem a humor fordult az ellenzék ellen, hanem ezt elintézték maguknak, tehát nem gondolom, hogy a Fidesz kényszerítette például Falus Ferencet arra a jeges vizes challenge-re és a kivitelezésére. Szerintem abszolút jót tesz a humor. Nem feltétlenül, aki nem ért egyet a kormánnyal, annak nem feltétlenül kell támogatni az ellenzéket minden áron. És lehetséges, hogy azért fordul a humor az ellenzék felé, mert a kormány nem vicces? Tehát nem vicces, amit csinál a kormány? Pont ezt akartam mondani, hogy hát kifejezetten a Tarlós úr, ő van annyira unalmas, hogy vele együtt viccelődni nem tudunk, mert annyira szürke és semmilyen. Ellenben Falus Ferenccel, aki... Igen, csak ugye ebben a sajtóközleményben is szóba jött, hogy Falus Ferenc van, akit lehet támogatni, és mögötte három ellenzék erről, melyiket még nem lehet, mert nem szeretne a kétfarkú kutyapárt összekeveredni velük. Talós István esetében is ott van, hogy van egy Talós István, de Talós István mögött is ott van a Fidesz, meg a kormányzat. Ők is ugyanilyen unalmasak? És nem, hát nem unalmasak. Ott is mögötte van egy pár Talós mögött, akivel mi nem kerülnénk egy oldalra, de ott ugye maga a jelölt is olyan, akivel nem tudunk együtt nevetni, inkább így mondanám. De nincs semmi olyan eszköz a humor eszköztárában, amelyik mondjuk a kormányzat felé fordítható, esetleg őket is nevetségessé tenni? Az eszközök azok csak az ellenzék viselkedik úgy, hogy vele szemben ilyen eszközöket be lehet vetni? Nem, hát mi szoktuk azért, hogyha akik követik a Facebook oldalunkat, ott szerintem azért több kritikánk irányul azért a kormány ellen, mint az ellenzék ellen, hiszen hát mégiscsak ők a kormány, és ők csinálnak dolgokat. És mégiscsak őket lehet kritizálni. A nyilatkozatban az volt, hogy MSZP együtt és DK politikusaival nem tud a kétfarkú kutyapárt azonosulni. Feltűnt nekem, hogy az együtt PM, az ugye együtt PM, és ott csak együtt ja, volt. A PM kimaradt, ezt tudatos, hogy PM-ben lehet azonosulni? Nem, azt, aki megszövegezte a sajtóközleményt, azt elfelejtette ki belőle. Tehát az egyik pártot elfelejtette a közleményből. Igen. De ez teljesen véletlen, persze. Jó, hát van-e valami, ami ezzel kapcsolatban még bárkinek eszébe jut? Hát, ha nincs, akkor térünk át a második. Mi várjuk a választ, hogy akkor esetleg tényleg megkaphatjuk-e a jelöltet a Jó. többi párt. Közben nézzük meg, hogy mindeközben mit tesz a kormányzat. Az országgyűlésben folytatódott a háború a norvég pénzből működő civilek ellen. Elszámoltatás a civilekkel szemben is, mint ahogy egyébként pont ezzel egy időben a bankokkal szemben is elszámoltatás zajlik, és ezt így is hívja a kormányzat. Nem kicsit furcsa meg régi kifejezés az elszámoltatás egy régebbi korszaknak a gyermeke? Orbán Viktor is mintha utalt volna erre, hogy hát kedves parlament, tudjuk, hogy ezt régen használtuk az efféle kifejezéseket, tehát ő is tudja, hogy valami régebbi korszaknak a kifejezés tárából emel a jelenbe át egy olyan gondolatot vagy mondatot, ami nálam elég idegenül hat meg, egy kicsit veszélyeztetve is érzem azokat, akikkel szemben fordul most ilyen pillanatban a bankokkal és a civilekkel szemben. De az előző elszámoltatás zárult le szerintem, tehát azért volt itt már egy ígéret arra, hogy lesz elszámoltatás, hogy majd ugye a korrupciós ügyekben merült ez fel, illetve a szocialisták kapcsán, ha jól emlékszem, de hát annak sem nagyon volt eredménye. Igaz, hogy nem is mentek ilyen hévvel, mint most. Szerintem teljesen mindegy, hogy minek hívjuk, hívhatjuk elszámoltatásnak is, de nem tudom, hogy a civileken például mit szeretnének elszámoltatni. Jó, kezdhetjük egyébként a politikusokkal. Miért nem sikerült a politikusokkal szembeni elszámoltatás? Papcsák Budai miért nem dolgozott? Gondolom, túl sok politikus barátjuk van egyébként. Ez a civilekre mondjuk, ez tényleg nem igaz. Igen, de hát egyébként velük mi is úgy vagyunk, hogy mint ellenzéki párt, természetesen mi is felháborodunk rajta, hogy a civileket így vegzálja a kormány, akik ilyen pótolhatatlan feladatokat ellátnak egyébként, de ha a kormányra kerülünk, akkor természetesen más lesz a véleményünk erről, tehát akkor valószínűleg mi is kénytelenek leszünk betiltani a feleslegesen működő civil szervezeteket, hiszen mi meg tudjuk csinálni, amire szükség van, nincs rájuk szükség, elképzelhető, hogy kivégzések is lesznek, illetve hát vannak azok a párt független civil szervezetek, mint a 400 ezer technikatanár, a kétfarkú kutyapártér, amik természetesen működhetnek majd tovább. A nézőinek most jelezném, hogy azért ez megint a viccbirodalma, tehát kivégzések nem lesznek. Annyira próbálok nem mosolyogni, de mindig. Én nekem el kell mondanom, hogy ezt az ígéretet, csak azért, hogy legyen szavazat is mellette később.
Jó, és hát ugye te voltál az, aki kiraktad a Facebook oldaladra azt, hogy mekkora, mennyire szégyene az ellenzéki pártoknak, hogy nem őket támadja a kormány, hanem a civileket. Igen, hát egyébként nyilván ezért jutottunk idáig, mert már annyira gyenge az ellenzék, és annyira unalmas, hogy meglepő módon a választások előtt 2 évvel még sok milliárdos kampány ment a ellenzék ellen, most meg már egy jó gyurcsányozást én nem hallottam már hetek óta a kormánytól. Nyilván a ellenállásnak a csíráját próbálják lőni. És ugye most már maradt senki, maradtak a civilek, meg maradt a magyar nemzet, szóval egyre kevesebb helyre lehet már lőni, nyilván folyamatosan kellenek ellenségek, vagy ellenfelek, akik ellen küzd a kormány, gyakorlatilag egy ilyen ellenzéki szerepben próbál lenni, hiszen ugye az ellenzéknek sokkal könnyebb, úgyhogy most kormányon. És ezzel egyetértetek, hogy a civilek az ellenzék, ahogy Tamás Gáspár Miklós és sokan most már ezt gondolják, nem a pártok? Én nem feltétlenül értek ezzel egyet, én inkább úgy fogalmaznék, nem is dolgunk egyébként klasszikus ellenzéknek lenni, hanem minden kormányt figyelünk, úgymond, tehát, hogy de ne, ez a szó, ez nem hiszem, hogy megfelelő az ellenzék szó. Civilek lettek az ellenzékiek? A kormány elég határozottan erről beszél, sőt, azt mondja, hogy idegen érdekek zsoldjában állnak, ahogy ma Orbán Viktor fogalmazott. Ja, a norvég bűnözés. Hát az igazság, hogy valóban, legalábbis az én ismerőseim között jelenleg valóban gyakorlatilag hatékonyabb ellenzéki szerepet látnak el a civilek, mint a ellenzéki pártok, de ez tény, hogy nem ez lenne a dolguk, és pusztán tehát ez a nevetséges helyzet állt elő, hogy nyilván egy civil szervezet, ha valamit kritizál, egy intézkedést, akkor ugye hát óvatatlanul a kormány kritizálja, és most ezért így betalálják őket jelenesetben. És példát is? Tudsz mondani arra, hogy mit tekintesz közvetlen kormányzati kritikának? Tehát most például az ellenzék esetében nem annyi jött elő, hogy valamikor valami ellenpés vonal is volt, de aztán arról leszállt a kormány. Igen, úgy kezdődött, hogy ugye az LMP-nek a zsoldosai vagyunk, vagy valami hasonló volt ez az LMP-vel. Hát nyilván itt annyi, hogy bármi rosszat bárki mond a kormányról, akkor azt ők ilyen értelemben ellenzéki támadásnak veszik, pedig nagyon sok esetben tényleg, hát egy civil szervezetnek ez a dolga. És pont ez a magyarázkodás, ami zajlott itt a dolgok mentén, én ezzel se értettem egyet, hogy ezen nincs mit magyarázni, hogy kiáll egy sajtószabadságos ügy, vagy bármilyen ügy mentén a akár norvég pénzből egy szervezet a kormány ellen. Ez egy teljesen normális dolog. Hát nyilván nem az ellenzéket tudja kritizálni egy ilyen szervezet, mert ugye az nem csinál semmit. Igen, ezt Gulyás Márta mondta, és nem mindenki vallott ennyire egyértelműen így, de persze körüljáratjuk a civilek feladatát. Például azt, hogy egy ilyen helyzetben a civileknek akkor az a feladatuk, hogy még erősebben megfelelve, még több forrást, még jobban rámutassanak arra, hogy működik ez a kormány. Hoz-e a civileknél egy plusz sértettséget az, amit most mivel a civilek egy részével a kormányzat? Én nem gondolom, hát én biztos, hogy nincs plusz sértettség, és még annyit az ellenzéki szerephez, például az Átlátszó nem régiben írt meg egy olyan történetet, ami éppen az MSZP-ről szól, tehát azért az ellenzéki megvilágítás, vagy hogy mi azok vagyunk, az elég viccesen hangzik, mert hogy mi továbbra is mindenféle irányba lövünk, tehát nem gondolom azt, hogy, tehát idézőjebben lövünk persze, de nem gondolom azt, hogy éppen ezért, hogy minket ellenzéknek lehet hívni, hát hogyha az ellenzék az MSZP ügyeivel foglalkozik, akkor az elég érdekes. De visszezel plusz energiákat? Mert hogy nyilván jön a kormányzat, kér papírokat, lehet, hogy a kormányzattal szerintem kell foglalkozni. Szerintem valahol ez is a cél, hogy ezzel foglalkozzanak ezek a civil szervezetek, addig sem végzik ugye a munkájukat, ami igen lehet, hogy a kormánynak kellemetlen, hogyha felhívják egy-egy problémára a figyelmet hangosabban, mint mondjuk egy kocsmában egy beszélgetésnél, tehát több emberhez eljut, és igen, abszolút, tehát vele foglalják, hát az Ökotárs is most ezzel foglalkozik folyamatosan, meg hát mi is beszélünk róla, persze, hogy téma, hogy mi fog például az Átlátszóval történni, tehát Valamennyi időt és energiát, ez biztosan, hogy pluszban elvisz, ami nem jó, mert addig sem azzal foglalkozunk, hogy ki a korrupt. Mondjuk, hogyha a korábbi működés volt a 100%-os üzemszerű működés, akkor most hány százalékon tud működni az Átlátszó? Hát, ezt 120, igen. 120, civilek, igen. Hát beszélgettünk róla, de minket azért annyira nem foglal le, mint például mondjuk az Ökotársak, gondolom. Tehát mondjuk az NNI még nem jött. Lehet, hogy 120% csak babettem. Az elmúlt 2 hétben nem aludt. Igen. Egyértelműen ez a fő probléma, hogy pont ez, hogy összemossa, össze akarja mosni az ellenzékkel a
civil szervezeteket. A kormány már a bajnai gárdázás alatt is folyamat olyan szervezeteket mondtak ott a bajnai mellett, akik tudom, hogy abszolút nem voltak mellette, egy közös tüntetésen nem voltak, sőt, ugye, mint a Milla pártpolitikára adta a fejét, abszolút kategórikusan eltűntek onnan ezek a civil szervezetek, de akár a Hunt Gergő, aki itt szokott ülni, meg ezek mai napig szajkózzák ezeket a hülyeségeket igazából. Példákat tudsz mondani? Hát ott a, nem is tudom, a Krét akkor is, ha jól tudom, utána nem csinált igazából semmit velük, a város mindenkit szokták ilyenkor említeni, aki ugyanúgy ebben semmiképpen nem vett részt. Tehát ez szerintem nem, egyszerűen nem állja meg a helyét. De hát ezt elmondhatjuk mi még 50-szer, ők több helyen mondják el 60-szor, és akkor nyilván lesz, aki ezt így gondolja. De azt mondta az államtitkár úr itt a tévében, Csepregi Nándor, hogy két évig próbálták a norvég kormánynál elérni, hogy vizsgálja meg a civileknek ezt a fajta működését, és nem tette. Tehát, hogy mintha átvállaltak volna egy feladatot a norvég kormány helyett, ami mondjuk úgy tűnik, hogy Kehi által nem sikerülhetett, mert nem tehették meg szerződés szerint. Ők segítenek így. Jó, hát nagy a kavar egyébként, hogy milyen ügyben nyom az a rendőrség, de amikor mondjuk 30-40 rendőr, készenléti rendőr, kiszáll az ökotás alapítványon. 64 tétes irodájukban, hogy akkor a irodájuk van, tehát azt azért így akkor kicsit talán túlzás. Ki kell bővíteni a... Igen, hogy elbérenek a rendőrök. Hogy akkor mit szól egy humorista pártelnök, hogy tovább humorizálunk, ezen viccelődünk, vagy van-e olyan pillanat egy ország életében, amikor még a közélet iránt elkötelezett humorista is azt mondja, hogy most ez nem vicc? Hát most ez két különböző dolog, hogy én mit gondolok arra, hogy nekünk így a kutyapártnak mi a dolga, és hogy úgy amúgy általában mi a feladata annak, aki valamiképp ezzel a rendszerrel szembe akar szállni. Nyilván én is látom, hogy milyen szörny nőtt ide Budapestre az elmúlt években, de én úgy gondolom, hogy mi így tudunk akár ezzel is a leghatékonyabban tenni, ahogy nagyjából csináljuk, és nem a szintiszta dühös kritikájukkal. Én például azt nekem mindig nagyon fontos volt, hogy ne legyen semmiképp se az, ami célunk, hogy az emberek még jobban utálják ezeket a pártokat, vagy valamelyik pártot. Ők utálják bőven eléggé ezeket a pártokat, tehát ez nem egy felséges cél, mint ahogy tök sok ellenzéki szervezetnek kimerül abban a működés, hogy naponta azt a 20 000 embert felidegesíti még jobban, aki erre fogékony és ki akar akadni a egy-egy mondatán mondjuk valamelyik fideszes képviselőnek. Én gondolom, erre is van szükség, arra is van szükség, van szükség ezekre a ilyenfajta tüntetésekre, van szükség az átlátszóra is, meg van szükség egy ilyen humoros megközelítésre a dolognak. Sokszor ezekkel egyetértünk, de nyilván más nyelven tudjuk megfogalmazni, amit akarunk. Jó, hát közben persze azért a kétfarkú kutyapárt most már, mint bejegyzett párt, mégiscsak versenytársa lett azon a pártoknak, amelyek leszeretnék, vagy ki tudja, nem tudom, hogy leszeretnék-e, de hát úgy legalábbis arra hivatottak ellenzékbe, hogy leszeretnék váltani a kormányt. Van erre nemzetközi példa is, hogy igen, hát nekünk valószínűleg először az ellenzéket kell leváltanunk, hogy utána le tudjuk sikeresen váltani a kormányt. Ennek én sem örülök feltétlenül, de ez most így alakult. De akkor 2018 ellenzék leváltása, 2022-ig hát igen, kell és akkor nézni 2000... azt, ami történik itt az országban ezen kormány által az ellenzéki szavazóknak. Mi a Babett számára mi tűnik kiútnak? Tehát civil számára, hogy mi lesz az, ami egy kicsit megszabadítja a civileket egy túl erős kormányzati nyomástól? Már milyen értelemben? Hát, hogy mondjuk olyan értelemben, hogy mondjuk az, hogy rendőrséggel mennek ki a civilekre, ez nem volt minden kormányzatnak a jellemzője. Vannak hát azért az jellemző volt, hogy a rendőrséget használják erre arra, tehát nem példa, tudom, hogy példa, mi, hogy... Milyen példákat tudsz mondani? Hogy mire hát ilyen típusú... Hát ilyen típusú tettem civileket, persze civileket nem támadtak meg, de nem tudom, hogy a szocialisták, vagy akik kormányra kerülnek, azok legközelebb hogy fognak reagálni, hogyha túl kínos lesz nekik egy civil szervezet, vagy több civil szervezet, mivel nem volt még erre példa, illetve hát a szocialisták sincsenek kormányon már egy ideje, meg majd talán valamikor lesznek. Na de erre próbáltam rákérdezni, hogy voltak olyan kormányzatok, amelyek nem mentek ki a civilekre ilyen erővel, és most van egy olyan kormányzat, amelyik kiment. Egy civil számára ez jelenti-e azt, hogy ő elkezd egy kicsit pártosan is gondolkozni, tehát azt jelenti, hogy elkezdeni, szeretni, akarni az ellenzéket felépíteni, vagy marad civil, és még a lelke legmélyen sem gondolja azt, hogy milyen jó lenne azért ezeket így leváltani.
Hát nekünk igen, az a dolgunk, hogy civilnek maradni. Persze, hogy felmerül, mint magánember bennem, hogy de jó lenne őket leválni, de ez nem azért, mert mondjuk minket megtámadtak, hanem ennek mondjuk ezer más oka van. Tehát, hogy most én ezért, ha mondjuk jobbos lettem volna, most nem leszek hirtelen balos. Vagy a civilség az nem arra van, hogy minél nagyobb legyen a szabadságfok, az egyéni szabadságfok, minél jobban meg tudják fogalmazni az érdekeiket, értékeiket. Persze, nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy az ellenzék ezt meg fogja adni. Csak hogy nem, itt nem jönne össze az a gondolat, hogy valahogy akik ebben gondolkoznak, akár ellenzéki oldalról, akár civil oldalról, együttműködjenek, együtt gondolkoznak azon, hogy hogyan lehet ezt a kormányzatot leváltani. Nem mondom, ez nem az én véleményem, csak kérdezem. Szerintem ügyek mentén kell beszélgetni, és nem csak az ellenzék, tehát a civilek nem csak az ellenzékkel, hanem a kormánnyal is, tehát ügyek mentén, például korrupciós ügyek, tök jó lenne, hogyha le tudnánk ülni mondjuk egy ilyen esetben, hogyha hoznak egy bármilyen szabályt korrupciós témában, minden oldallal beszélni, hogy mi hogy gondoljuk, de nem hiszem, hogy akkor innentől kezdve akkor csak a fóruma? Tehát összeülni, beszélgetni egymással, meghívni erre az ellenzéket, meghívni a kormányt. Hát ez nem a mi dolgunk, tehát mi be meg tudunk csatlakozni. Hát meg egy korrupcióellenes aktivitást, azt a kétfarkú kutyapárt indít el, az ellenzék, a civilek, hogy ne legyen olyan mértékű a korrupció az országban, mint most amilyen. Ezt ki fogja elindítani egy ilyet, ahol esetleg együttműködnek civilek, ellenzéki pártok? Hát mondjuk az ellenzék kormány, is elkezdhetné, tehát igazából szerintem az ellenzék, hogy a kormány kezdheti ezt el. Nem hiszem, hogy a civileknek a dolga átvenni az ellenzék, vagy a kormány mondjuk szerepét bármilyen szinten. Valamelyik ellenzéki párt azt mondaná, hogy most nekünk van egy korrupció ellenes javaslatunk, és a korrupció ellenes javaslathoz szeretnénk akkor, hogy ide üljenek mellénk a civilek, más pártok, odaülnétek ahhoz az asztalhoz? Akkor odaülne a két farkú kutyapárt? Hát most az MSZP csinál egy korrupció ellenes valamit, az érted, az ugyanolyan vicces, mint amiket de miért vicces? Mi szoktunk. Miért vicces? Hát mert elég híresen korruptak voltak ők is. Hát híretten, ugye. És most mi szeretnénk négy év múlva azok lenni, úgyhogy nem. De nem, de hol a bizonyíték? Tehát ugye egyszerre, persze értem, amit mondasz, de közben szeretném látni, hogy ott van mögötte bármilyen típusú bizonyíték. Hát voltak büntető ügyek, ha jól tudom, nem konkrétan az előző kormány szereplőjével. De van arra példa, hogy valamilyen büntető ügy célba ért? Én szerintem... Ja, akkor már nem követtem, csak az elején követtem. Mindenki. Ja, hogy elindult. Hát persze, de hogyha az elején követsz egy eseményt, akkor a civilekkel is szemben van egy eljárás. Ha nem nézed végig, akkor gondolhatod azt majd pár év múlva, hogy a civilek is büntetőügyekben voltak benne, és érintettek. Jó, azért van, tehát volt, aki tényleg ült is azért egy évet, nem? Tehát Hunvald Györgyet mondhatjuk az ő kivételével. Én keresem igen. A fejemben, hogy hol de voltak. De nyilván ez most a nagy erősség, tehát még az előzővel kapcsolatban aztán pont ez, hogy miért nem az ellenzék, vagy hogy álljon mellé az ember, hogy leváltsa a kormányt, hogy tényleg az, hogy ezzel az ellenzékkel én szerintem még 30 évig Fidesz lesz, tehát itt most tényleg aki segíti az MSZP-t, az igazából fenntartja a Fidesz hatalmát, mert nekik pontosan egy ilyen impotens, nagyon könnyen lejáratható és nagyon könnyen földbe döngölhető ellenzékre van szükségük, mint ami van is. Pont első ideálisan, hogy ők még középre is helyezték magukat a negyed nácik meg a baloldal közé, és akkor ugye... És mi hozhat változást? Mi az, ami ez? Kétfarkú kutyapárt talán. Kétfarkú kutyapárt? A kétfarkú kutyapártnak most egyetlen egy szereplőjét ismerjük, amikor már pár ezeren lesz. Falus Ferenc. Falus Ferenc a kettő. De hogyha több ezen lesznek a pártagok, akkor nem lehet, hogy pont egy ugyanilyen folyamaton megy végig a kétfarkú kutyapárt, hogy már nem fog személyesen ismerni mindenki. Hát ezt mindenki, még meglátjuk, ezért vagyunk most, a folyamatok. Ezért vagyunk ilyen kevesen egyelőre, hogy ezt így kordába tudjam tartani. Hát nem is lehet belépni a pártba. Hát egyelőre még nem. Van-e, Babett, látsz-e bármi esélyt valami teljesen újra, hogy ki az a, van-e olyan politikai szereplő palettán, aki esetleg kimozdíthatja az ellenzéket ebből a itt megfogalmazott, általatok megfogalmazott, talán úgy lefolytható Csipke Rózsika állapotban benn van. Én nem látok semmi esélyt egyelőre erre. Tehát ugyanaz zajlik, mint egy éve zajlott, vagy mint két éve. Azon kívül, hogy az MSZP-ben nagyon sok támogatót vesztett közben, de én nem látom még azt az erőt, talán a kétfarkú kutyapárt, aki változást, tényleg nem. De ha a kétfarkú kutyapárt nem, és ennyire pessimisták vagyok, akkor,
akkor ez egy kétharmados többség mellett, ez nem egyenes út, még akár ha a kétharmados többség nem is akarná, de nem egyenes út az önkény felé? Mi hosszabb távon katonai diktatúrában gondolkozunk, ezt már jeleztük korábban. Egyébként, hogyha nyerünk 2018-ban, akkor ilyen visszamenőleges törvénykezéssel szerintem azt is el tudjuk érni, hogy a 2014-es választást megnyerjük, és akkor már most jobb lehet az embereknek így utólag, vagy hogy fogalmazzam ezt meg. Meg az örök élet plusz néhány év, igen. Ugye? Ezeket egyébként is meg most egy fél percet komolyan egyébként meg tényleg kinőhet bármi, mint ahogy kinőtt a Milla kapcsán is egy 100 000-es tömegszint a semmiből pár hónap és alatt, ami mindenki nagyon meglepődött, és aztán úgy tűnik, hogy ez ugye olyan irányt vett, hogy onnan eltűnt a 100 000-es tömeg, és utána már 5 000-en mentek ki egy évvel később. Ezt valószínűleg lehet máshogy is csinálni, nem biztos, hogy nekik szövetkezniük kell a kétfarkú kutyapárton kívül ilyen egyéb létező pártokkal, és akkor lehet, hogy ezt lehet sikeresebben csinálni. Értem, kinőtték magukat és eltűntek. A Milla nem egy elrontott lehetőség egy volt? Elrontott lehetőség, de nem derült ki, ugye, most itt én is mondhatok bármit, de nem derült ki, hogy mi történt volna, ha ők nem szövetkeznek ezekkel a baloldali pártokkal, hanem ott önmagában csinál a Milla egy pártot, és ők elindulnak, ezt sajnos nem tudjuk meg soha, hogy az most 5%-ot, 20-at vagy 50-et kapott volna. De lehet ezt még egyszer bele lehet lépni, még egyszer ugyanabba a folyóba? Tehát, hogy valami Milla-szerű elindulés. Igény van rá, szerintem. Tehát igény van egy olyan szerveződésre, ami még, hogy mondjam, nem lehet kiplakátolni, hogy ennyit meg annyit loptak, stb. Tehát egy ilyen tiszta és úgymond tiszta szervezetre, amit még nem tudnak. De attól még a régi erők idézően ott maradnak, tehát lesz egy pont, amikor esetleg a Millának is egyezkednie kell. Hát lehetséges. Az a baj, ott is ugye egyrészt az embereknek egy részének elment a kedve tőle, mert úgy sült el a dolog. Sokan meg hát úgymond elhasználódtak, mert belekeveredtek ebbe a ilyen formában a nagy politikába. Na jó, hát akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet, és most Simon Andrással következik a híradó.